teljes Kígyó utca fel van újítva, a Virág utcai kereszteződés. A figyelmes szemlélő és az újságírók mindig ilyenek. Már nyilván észrevették, hogy egy kerékpárút is épült, bal oldalra, ha nézzük, ott pedig járda. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere adta át ünnepélyes keretek között a debreceni Útkígyó utcai csomópontot az átépítés után. A munkálatok ősszel kezdődtek és december közepére be is fejeződtek. A város ezen szakasza közlekedés biztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású volt, ezért volt szükség a fejlesztésre. Ez egy 1,5 milliárdos megnyert pályázati csomagunk, amelynek egy fontos eleme volt ez a debreceni Kígyó utcai csomópont átépítése. 140 milliót használtunk fel ehhez, de hát 70 milliót hozzá kellett tenni önerőt, mert a kerékpárutat és egyéb részeit az EU forrásból nem finanszírozhattuk. Arra törekszünk, hogy komplex jó megoldás szülessen, és természetesen a még hátralévő részt szeretnénk ez év végéig felhasználni. Ennek a pályázatnak a megvalósítása során és a városban zajló egyéb projektekben is nyíregyházi vállalkozókkal végezteti a munkát a város. Karácsony János, a kivitelező cég képviselője elmondta, ez nagyon fontos a vállalat életében. Nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen jellegű beruházás megvalósításában vehettünk részt. A debreceni utca és a Kígyó utcai csomópont került átépítésre, és ezzel párhuzamosan a Kígyó utcának egy körülbelül 220 méteres szakasza is megújult. Új útburkolatot kapott szegélyépítéssel, a szükséges csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével. És ez a szakasz csatlakozik a korábban megépült Arany János utcai körforgalom út szakaszához. Ezzel párhuzamosan a Kígyó utca két oldalán, szelvényezés szerinti bal oldalon, két irányú közlekedésre alkalmas kerékpárutat építettünk, a jobb oldalon pedig a gyalogos járdafelület újult meg. A pályázat második szakasza a Borbányai városrészt is érinti, így ez a terület is bekapcsolódhat a város kerékpárút hálózatába. A következő pályázati szakaszban, illetve a fejlesztésben Borbánya végre és nagy örömünkre bekapcsolódik a város kerékpáros forgalmába, a kerékpárút hálózatába. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, mert a lakosoknak igen nagy száma az egészséges életmód mellett próbál megkampányolni, és próbálja azt, hogy ha lehetőség van rá, akkor vagy tömegközlekedéssel, vagy kerékpárral érjük el a belvárost. És ez mindenféleképpen egy óriási előrelépés lesz a számunkra, hiszen a Tünde utca felől is be tudunk majd jönni a belvárosba, illetve a belvárosból ki, illetve a Kálló utcán is elkészül, vagy a Kálló úton is elkészül egy kerékpáros útszakasz. A projekt további részét képezi még a Törzs utcai csomópont fejlesztése és Örökösföld városrészt kerékpáros baráttá történő átalakítása. A pályázat várhatóan 2017 év végére fejeződik be.